nem ütközet volt, hanem mészárlás, egy felesleges áldozat, ezt mondta a bocskai lövészdandár alezredese a Donkanyarban elesettekre emlékezve. 69 éve 1943-ban ezen a napon kezdődött a szovjet ellentámadás az orosz frontra vezényelt második magyar hadsereg ellen. A Doni katasztrófa áldozataiért szólt a Haranga Hadtörténeti Múzeumban. A 97 éves Kósottó saját testvérét veszítette el a harcokban, amelyben ő maga is részt vett volna, ha nem sérül meg korábban. Az öcsém abban az ezredben, amelyikben én szolgáltam, szintén szállatparancsnok volt, fiatal 22 éves hadnagyként, a Doni harcokba, a visszavonulásba hősi halált halt. Adonj! 1943. január 12-én indult az a szovjet támadás, amely végül megsemmisítette a második magyar hadsereget. Akik élve maradtak a 200 ezres gyengén felszerelt magyar haderőből, a mínusz 40 fokos hidegben hetekig tartó bolyongás után tértek vissza hazájukba. Rájuk kell emlékeznünk, rájuk, akik ott maradtak, és rájuk is, akik hazatértek. Rájuk, akiknek ezt 40 esztendőn keresztül soha nem köszönte meg senki. A debreceni honvéd temetőben a magyar történelem egyik legvéresebb csatájának nevezték a Dunkanyarban történteket. Nem is nevezhetjük ütközetnek. Mészállás volt. Felesleges áldozat, amelynek során a legújabb kutatások szerint több mint 120 ezer magyar katona áldozta fel életét. A második magyar hadsereg káváriájáról a határon túl is megemlékeztek. Sepsiszentgyörgyön a Hősök temetőjében álló emlékműnél hajtottak fejet az áldozatok előtt.